Mielőtt elmondanám, hogy milyen álmot kaptam a gyerőzenészekről, csupán röviden néhány szóban az álmokról. Aki ismeri az írást, azt tudja, hogy több helyen ki van jelentve az, hogy az utolsó időben az emberek álmokat álmodnak, látásokat látnak, az Úristen álmokban tanítja és figyelmezteti az embereket, az emberiséget. Ennek ellenére sokan a gúny tárgyává teszik az álmokat. És hát azt tapasztaljuk, hogy a modern ember, a mai ember, akik előszeretettel űznek gúnyt az álmokból, nemhogy álmokat nem kapnak, hanem még nem is alusznak jóformán. Aludni sem tudnak, pihenni sem tudnak. Mint tudjuk, nagyon sok ember nyugtatókon él, antidepresszánsokon él, és ezt normálisnak hiszi. Bele sem merek gondolni abba, hogy mi lesz akkor, hogyha hirtelen a patikák bezárnak, egy háborús készenléti állapot, szükség állapot következtében az infrastruktúra összeomlik, a patikák bezárnak, és az emberek nem fognak hozzáférni a mindennapi nyugtató adaghoz, antidepresszáns adaghoz. Tehát az álmok azok képek Istentől, ezt mondja a Biblia számos helyen, az Ószövetségben, az Új Szövetségben egyaránt. És hogy miért nem kap mindenki álmot? Hát egyrészt azért, mert lenézi az álmokat. Azt mondja, hogy volt egy hülye álmom, mert nem tudja, hogy az álmok Istentől vannak. Volt egy bolond álmom, és nem is érdekli őt. Tulajdonképpen az álmok azok honnét jönnek, és miért jönnek. Azonban a legfontosabb ok, amiért az emberek nem kapnak álmokat, az az, hogy telve van az ő elméjük, az ő szívük az amerikai álommal. Mivel hogy hittünk azoknak a hazug álmoknak, amelyeket bele implantált a világ a mi fejünkbe, a mi elménkbe, ezért nem kapunk álmokat Istentől. Telve van a mi elménk, a szívünk, a lelkünk, a hazug álmokkal, amelyeket belénk helyezett a világ, ez a modern nyugati világ, ez a vadnyugat. Nekem is gyermekkoromban gyakrabban voltak álmaim, viszont közben ugye megérkeztek a külső álomképek, amiket kaptam a televízióból, a filmekből, a különböző divathullámokból, a különböző imidzsek, tehát képek, amelyek velem megkívántatták azt a vadnyugati álmot, az amerikai álmot, amelyet most élünk Jeruzsálem Miklóson. És minél jobban megkívántam az amerikai álmot, azokat az álmokat, amiket belém implantált a világ, annál inkább elhallgatott a mindenható Isten. Már nem voltak álmaim. Korábban álmaimban repültem, gyönyörűséges álmaim voltak gyerekkoromban is, de amikor megteltem a hazug álmokkal, kívülről bevettem az álmokat, az ördög álmait, az elvilág urának az álmait, amit a médián keresztül, akár a közoktatáson keresztül, a valláson keresztül bevettem, és megtanultam, hogy én mi akarok lenni kívülről, úgy ezek az álmok eltűntek. Ez az oka annak, hogy a legtöbb ember nemhogy nem álmodik, nem kap álmokat Istentől, hanem még aludni sem tud, nyugtatók nélkül, legális kábítószerek nélkül. És akkor most belekezdenék abba, hogy milyen álmot adott a mindenható Isten a gyerőzenészekről. Ezekben a napokban még minden oka meg lehet Gyergyónak és Székelyföldnek arra, hogy azt gondolja, hogy nem igaz, amit mondok. Mert most a legerőteljesebb az illúzió, a káprázat, és az európai jólét kínálta hamis nyugalom, amely valósággal megrészegítette az embereket. Erről a részegségről, amit okozott ez a jólét, a jóléti társadalom, a pénz, meg a szórakoztatóipar, azt mondja Jézus a Jelenések könyvében, a 17. részben, hogy jövel és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül, a népeken ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. Tehát miért gondolják sokan azt, hogy nem igaz, amit mondok, hogy hazugság, amit mondok, sőt, meggyőződésem, hogy van, aki azt hiszi, hogy az ördögtől beszélek. Ugyanis ez történt Jézus idejében is. Az akkori vallásos emberek azt mondták Jézusra, hogy ördög van benne, és Jézus pedig azt mondja, hogy velünk is ez fog történni. Tehát teljesen biztos, hogy a vallásos emberek között vannak olyanok, akik azt hiszik,
hogy az ördög beszél belőlem? Miért? Azért, mert meg vannak részegítve a vallás által, a babonák által, a hazugságok által, és nem tudják azt, hogy az élőisten beszél mindenkihez személyesen, aki őt keresi. Nem csak álomképekben, hanem fényes nappal, látásokban, látomásokban, bevillanásokban, megértésekben és kijelentésekben. De mivel, hogy a modern székely, a modern magyar meg van részegítve a hazug vallások által, a szórakoztatóipar által, a média által, a fenevad képe által, fenevad képernyője által, ezért már el van szakadva annyira Istentől, hogy annyira el van kábulva az ő elméje, az ő lelke, hogy egyszerűen nem tudja befogadni az élő Isten szavát. Tehát, mint mondtam, ezekben a napokban még minden oka meg lehet a gyergyóinak, a székelyeknek, a magyaroknak arra, a magyarországiaknak arra, hogy azt gondolják, hogy nem igaz, amit mondok. Miért? Azért, mert most a legerőteljesebb az illúzió, a káprázat és az európai jólét kínálta hamis nyugalom, amely valósággal megrészegítette az embereket. Ugyanakkor tudatában vagyok annak is, hogy vannak itt Gyergyóban is, akik Isten kegyelme által hitre jutottak, és meggyőződésükké vált, hogy nem magamtól szólok, hanem Jézus Krisztus által, akinek minden hatalom megadatott az égen és a földön egyaránt, és akinek nevét és szavát szégyellik az önhitté vált modern székelyek és magyarok. Mint tudjátok, egy jó ideje nagyon erőteljes figyelmeztetéseket kapok és közlök arra vonatkozóan, ami eljövendő erre a nemzedékre, amelyeket rendre meg is osztottam a közösségi médiában és a kiáltószó.hu oldalon. A hajnali képekben a gyergyói könnyűzene jeles képviselőit láthattam, akikkel már korábban is kaptam álmokat. Többek között az egyik gyerekkori barátomat láttam, aki az egyik legnépszerűbb gyergyói zenekar alapítója és szólógitárosa. Látogatóban voltam nála egy velünk egyidős női személlyel. Tudtuk, hogy a barátomnak 3-4 éve van hátra. Tehát ezt tudtam abban az álomban. Azt láthattam, hogy egy gyermek összeborogatta az ő gitárjait, de őt ez egyáltalán nem zavarta, nem érdekelte. Ami meglepő volt, mert hisz számára a gitár talán a legfontosabb eszköz, amire ő valaha rátette kezeit. Tudtam, hogy bejött az életébe a félelem, ezért Salamon király szavaival vigasztaltam őt, aki azt mondja, hogy a bölcsesség kezdete, az Úr félelme. Elmondtam neki, hogy az én életembe is akkor kezdett beáramolni a bölcsesség, az élőisten szava, miután megjelent bennem a félelem, amelyet fokozatosan felváltott az Isten félelem, amely révén Isten lelke folyamatosan tanítja és formálja az ember lelkét, hogy amikor eljön a test utolsó órája, a lélek szabadon távozhasson ebből a rothadásra ítélt világból, és bemehessen az igazi életre, amelyet Jézus Krisztus úgy nevez, hogy mennyek országa. Tehát, hogy mondja Salamon, a bölcsesség kezdete az Úr félelme. És miért van az ember ennyire lebutítva, ennyire elbolondulva, ennyire megőrülve, ennyire elzsibbadva, ha az ében nincsen benne félelem, Isten félelme? Hogyha tegyük fel 1000 méteren vagy a repülőgépből és a repülőgépben, és a repülőgép elkezd zuhanni, akkor mi vesz rá téged, hogy felvett az ejtőernyőt? Hát a félelem, nem? Tehát ebben az esetben is a félelem az embernek a barátja, nem az ellensége. A sátán tanítja azt, hogy nem kell félni semmitől, hogy ne féljetek semmitől. Mert azáltal az embereket vakmerőségben tartja, bolondságban tartja, őrültségben tartja, sőt az őrületbe kergeti. Van egy olyan magyar közhely, hát nem csak Magyarország, hanem székelyföldi is, hogy jobb félni, mint megijedni. De sajnos az fog történni, hogy itt Székelyföldön, Gyergyóban, Magyarországon egyaránt az emberek hirtelen fognak megedni, de akkor már késő lesz, mert elkerülték az Isten félelmet, amely által megmenekülhettek volna. Ezeknek a képeknek a jelentése az, hogy a gyerekkori barátom megkapta az elhívást az Úr Istentől, amelyet ő feltehetőleg el is fogadott, és elkezdődött az újjászületés folyamata az ő életében. Egy korábbi álomkép is ezt igazolja,
amelyben azt láthattam, hogy elfordulva a vesztébe menetelő tömegtől beszállt az én autómba, hogy abba az irányba menjen, amerre én tartok. Ezért már nem érdekelte őt, hogy a gitárokat, amelyeket feltetőleg bálványokként szerepeltek az ő életében, egy gyermek felborogatta. Tehát már nem érdekelte őt annyira a régi hobbija, a régi szenvedélye, mert van neki egy új szenvedélye, az igazság, az élő Isten szava. A gyermek ebben a képben az ő belső gyermekét, a lelkét jelképezte, aki arra vágyik, hogy kijöjjön a test szokásainak és megkötözöttségeinek sötét börtönéből, és meglássa az élet világosságát. Tehát a gyermek az ő lelke, akinek már nem volt fontos a gitár, nem volt fontos a régi szenvedélye. A 3-4 évről azt jutott eszembe a lélek, hogy amikor Kasmírban voltam, odajött hozzám egy muzulmán ember, aki azt mondta, hogy nagyon izgalmas és kalandos életem lesz, de körülbelül még csak 4 éven van hátra, vagy talán 3-4, már nem emlékszem pontosan én sem. Ezt a kijelentést még aznap megerősítette az akkori barátnőm, akinek valaki ugyanazt mondta, amit a kasmír idegen, akiről azóta meggyőződésem, hogy Isten akaratából jött oda hozzám, és jövendölte meg az én régi életemnek végét. Engem ez a kéretlen jóslat még inkább arra motivált, hogy ne akarjak ennek a világnak élni. Ne akarjak ebben az elbukott és halálra ítélt világban túlságosan berendezkedni, hanem folytassam tovább az igazság keresését, ami végül a Jézus Krisztussal való személyes találkozásomig, az ő szavának megismeréséig tartott, amikor is véget ért az addigi életem. Tehát beteljesedett az, amit én akkor kaptam jövendőlésben, kéretlen jövendőlésben, egyszerre két helyről, Kasmírban és itthon Erdélyből, hogy véget ért az életem. Persze én akkor azt gondoltam, hogy meg fogok halni 3-4 éven belül, és ez engemet arra motivált, hogy semmiképp ne akarjak berendezkedni itt a Földön, ebben a hazug képmutató világban. Ne akarok én magamnak mennyországot építeni, hanem egyszerűen csak menjek és kívánjam megismerni az igazságot. Tehát az élő igazsággal való találkozás által beteljesedett a kéretlen jövendőlés, mert amikor találkozhattam a feltámadt és ma is élő Krisztussal, már nem tudtam, és igazából nem is akartam visszamenni abba az életembe, abba a vagány, motoros, kalandos életembe, parázna életembe, amelyet addig folytattam, és amelyet addig életnek hittem. Hogy ez a 3-4 év mit jelent az én gyerekkori barátomra nézve, az csak Isten tudja. Ezért, akit igazán érdekel, őt kérdezze. A másik szeméről, akivel meglátogattuk a barátomat, azt tudhattam, hogy el akarja foglalni édesanyám régi munkahelyét, akit a helyi szövőde fosztott meg fiatalságától. Hát ezt tudtam, hogy be akar valahogy menni, férkőzni az ő helyébe, tehát oda, arra munkahelyre, ahol őt korábban dolgozott. Az ő személye által azt mutatta meg az Úristen, hogy akik nem fogadják el az igazságot, az ő életre hívó szavát, és a test kívánságát választják, automatikusan törvény alá vannak helyezve, ami az évek hosszú során megtöri a testüket, mint ahogy édesanyámmal is tette. Tehát ő is a kemény munka által, a törvény által megtörettetett, és akkor emlékszem, hogy őt igazából betegnyugdíjazták, mert nagyon fájtak a térdei. Azóta persze az Úristen az ő téreit kezelésbe vette, és nem annyira vészes a helyzet, mint akkor volt, mert Isten kegyelmes volt hozzá, és megértette, hogy a térd fájása, az alázat hiánya, tehát Isten azt akarta, hogy térdeljen le, ő is alázza meg magát az ő teremtője előtt, hogy ismerhesse meg az ő szavát, és élhessen azáltal, támadjon fel, és élhessen azáltal. Persze ez az álomrész nem azt jelenti, hogy ennek a személynek ez be kell teljesülnie, ennek a dolognak. Én ezt neki is el fogom küldeni, ezt a levelet és azt a hangfelvételt, avval az őszinte reménységgel, hogy megérti, hogy miről van szó, és nem fog ő a törvény alá kényszerülni a testiség miatt, a testiség által, hanem ellenkezőleg meg fogja ismerni az élő Isten szavát, és szabaddá fog válni, mint a gyermek azáltal. Tehát még egyszer, az ő személye által azt mutatta meg az Úristen,
hogy akik nem fogadják le az igazságot, az ő életre hívó szavát, és a test kívánságát választják, automatikusan törvény alá vannak helyezve. Ez történik mindenkivel, nem csak Gyergyóban, az egész világban, hogy aki a testnek akar élni, a test kívánságának akar élni, az törvény alá van helyezve. Akár egy kemény munkahely törvény alá, akár a házasság törvény alá, akár a betegség törvény alá, és végül pedig rosszabb esetben a pokol törvény alá. Az is törvény, de az már örök érvényű. És a törvény ugye az itt a Földön az arra van, hogy megtörje a testünket, hogy a lélek valamiképp felszabaduljon, a lélek megismerje az ő teremtőjét, és szabad gyermekké változzon. Ugyanis szabad csak az igazság ismerete által lehet az ember. Tehát aki a testet követi, az nem lehet szabad. Csak az igazság ismerete által, az élőisten szavának ismerete által. És a szabadság nem jár azoknak, akik hátat fordítva a léleknek, az élőisten szavának, a test kívánságát követik. Tehát magyarul, egyszerűen, röviden és tömören, aki a test kívánságát követi, nem lehet szabad, lehet pénze, lehet naponta 10 orgazmusa, minden lehet, de szabad az ő lelke nem lehet. A szövöde a kommunista diktatúrára emlékeztet engem, amely az embereket szigorú törvények alá helyezte. Többször beszélhettem arról, hogy a háború csak akkor lenne elkerülhető, ha valamiképp a demokráciának nevezett nyugati szabadosságot és jóléti illúziót felváltaná a diktatúra az egész világon. Tudom, hogy ez keményen hangzik, drága embertársak. De azt is tudom, hogy aki ezt megértheti, akiben van igazság szeretet, azt meg is érti. És valójában ez is a cél. Tehát ugye korábban, amikor én is valamelyest ugye megismerkedtem az összeesküvés elméletekkel, ilyen, mondjam azt, ilyen truther voltam, tehát ilyen igazságkereső voltam. Én is találkoztam azzal, hogy igen, tehát egy orwelli világ diktatúra van kialakulóban, és ez most történik, emberek, ez elkerülhetetlen. Tehát mivel, hogy az emberek le vannak zülesztve, le vannak butítva, lélektelenné váltak, a diktatúra elkerülhetetlen. A kérdés csupán az, hogy ehhez kell-e háború, vagy nem kell. Tehát meg tud-e történni az átlépés a diktatúrába, itt Romániában, vagy pedig Magyarországon, vagy pedig akár Amerikában is, ebben a digitális diktatúrában, mert tulajdonképpen a digitális állampolgárság is erről szól, a világ diktatúrának a bevezetéséről. Tehát ez most történik. Teljes gőzzel, teljes erővel történik a világ diktatúra, a digitális diktatúra bevezetése. És amennyiben ez megtörténik háború nélkül, akkor hát jó jártunk, mert tömeges elhalálozás és az atomfegyverek használata helyett az emberek úgymond rabságba kerülnek, a törvény alá kerülnek, és ott még lesz némelyeknek lehetőségük arra, hogy a lelkük feltámadjon a biorobot zombi üzemmódból. Tehát teljesen egyértelmű, drága embertársak, hogy a diktatúra a cél, nem az én célom, nem Isten célja, hanem hogy igazából ezt Isten megengedi azért, hogy az emberek, a testi emberek, a pervers emberek, az eltorzult lelkű emberek legyenek törvény alá helyezve, és ne kelljen meghaljanak, mert hogyha meghaltak, akkor az egyenes kárhozat. A háború, a halál az eltorzult lelkű embernek egyenes kárhozat. Tehát ez a cél, mert noha senki sem vágyik a diktatúrára, abban talán egyetérthetünk, hogy az kevésbé rossz, mint a háború általi tömeges elhalálozás és elkárhozás. Mert emberek, kárhozat van. Többször mondtam azt, hogy a pokol és a mennyek országa az nem hit kérdése. Az nem a Biblia miatt van a pokol és a menny. Tehát nem kell hinni a pokolba ahhoz, hogy valaki a pokolba kerüljön. És a mennyországban sem kell hinni ahhoz, hogy valaki a mennybe kerüljön. Mert ha valaki úgy éli az életét, egyszerűen is, mint lelki szegény, ahogy mondja Jézus, szegénységben egyszerűen éli az életét, annak Isten megkegyelmez és a lelkét felemeli a mennybe. Tehát a mennyek országa és a pokol az nem hit kérdése. Egyáltalán, emberek, egyáltalán. Az a hit kérdése, hogy te hova kerülsz, hogy te Istenre hallgatsz, a teremtődre hallgatsz, az ő szavát megismered Jézus által, és megmenekülsz. Nem egy vallás által, nem egy szekta által, nem személyes kapcsolat, újjászületés által, és megmenekülsz. Na ez a hit kérdése, hogy a hazugságban hiszel,
A világmédiában hiszel, a vallásvezetőkben hiszel, a politikai vezetőkben hiszel, vagy pedig az élő Istenben, aki Jézus Krisztus személyében testé lett, hogy megmutassa az élet útját, a szabadulás útját. Akik emlékeznek a román kommunista diktatúra éveire, tudhatják, hogy annak ellenére, hogy nem volt kolbászból a kerítés, az emberek sokkal szeretetteljesebbek voltak, és az akkori társadalmat sokkal kevésbé jellemezte az erkölcsi hanyatlás és a perverzió, mint a mait. Arról nem is beszélve, hogy minél inkább tiltották az istenhitet, az emberek annál inkább ragaszkodtak Istenhez, és annál lelkibbek voltak, és ragaszkodtak egymáshoz, tisztelték és szerették egymást. Tehát noha a test számára nem kívánatos a diktatúra, ebben az eltorzult, földhöz ragadt, anyagias, parázna világban, a lélek számára az lenne az egyedüli esély a lélek megmenekülésére, hogyha a diktatúra ugye bekövetkezne. Tehát a diktatúra az nem kívánatos a test számára, de a lélek számára az lenne az egyedüli esély a megmenekülésre. Ugyanis, ahogy az élő Isten szava mondja, a test szenvedése szorongattatása által a lélek látni fog, és elszakad a bűntől. Többször elmondtam bizonságomat, hogy akkor kezdtem én meghallani az élő Isten szavát, amikor betegségbe kerültem, és nem mentem orvoshoz, hanem úgy döntöttem, hogy Istenre bízom a sorsomat, még akkor is, hogyha meghalok. De Isten nem engedte, hogy meghalljak, hanem ellenkezőleg a betegséget, mint kényszerbőtöt a javamra fordította, és elkezdtem látni a valóságot, és az igazságot is. Tehát, ahogy mondja Izsajás proféta, a könyvének az 53. fejezetében, a 11. bekezdésben, hogy a szenvedés által a lélek látni fog, vagy pedig Péter apostol az ő első levelében, a 4. fejezetben, az első bekezdésben, hogy a szenvedés által a lélek elszakad a bűntől. Tehát ilyen szempontból a diktatúra, a törvény nagyon is jó tud lenni. Csak sajnos ugye fennáll a veszélye, hogy az ember annyira elgépiesedik, hogy már nem tudja meghallani az élő Isten szavát. Viszont, hogyha a diktatúrához szegénység is társul, akkor ott már van esély arra, hogy a lélek felébredjen és megmeneküljön. Amennyiben a diktatúra továbbra is jóléttel társul, élvezkedéssel, testi örömökkel társul, valójában nincsen semmi esély a megmenekülésre. Tehát imádkozzunk, hogyha a diktatúra lesz a Földön, akár Magyarországon, Romániában, Székelyföldön, akkor legyen szegénység is, mert boldogok a szegények, mert ők meglátják Istent. Amíg az ember gazdag, és van lehetősége minden testi élvezetre, élvezkedésre, addig a lelke nincs, ahogy lásson, mert el van tompulva az ő lelke. A következő képen egy másik régi barátomat és a Bagosi Brothers tagjait láthattam. Egy autóbusszal érkeztek a szálláshelyre, amelynek a barátom volt a sofőrje, akivel szintén több álomképet adott az Úristen, amelyeket rendre meg is osztottam vele. Arra számítottam, hogy haragszik rám, amit jogosan megtehetne az én vétkeimért, amelyet testi emberként az ő személye ellen elkövettem annak idején. De nem így történt. Nem haragott rám, sőt azt mondta a többi utasnak is, hogy tegyék azt, amit én mondok. Meg is lepődtem ezen. Annak jelentése, hogy ő vezette az autóbuszt, hát először az autóbusz. Az autóbusz ugye az egy ilyen közösséget jelent, egy csoportosulást, akár egy vallási közösséget, jelen esetben egy, mondjam azt, egy ilyen zenész közösséget, egy tengerjóban ugye nagyon sok eléggé magasra hágott a popkultúra, és ez nagy mértékben neki köszönhető, ugyanis ő volt az, aki megszeretette a zenét a gyergyói híres zenészekkel annak idején, amikor ő tanárként gitáresteket szervezett, és énekeltek, meg gitároztak együtt. Tehát az a busz ugye, ez egy kis közösséget, ez olyan, mint a Jézus történeteiben ugye a bárka, vagy Noé bárkája, vagy pedig a bárka, amelyeken egészen pontosan Jónás proféta volt. Tehát a közösséget jelenti, a zenész közösséget jelenti itten Jeruzsálem Miklóson. Annak jelentése, hogy ő vezette az autóbuszt az, hogy ő volt az a személy, aki nagy hatással volt a gyergyói könnyűzenei életre azáltal, hogy tanárként az általa szervezett gitárestek révén sok fiatalnak átadta a zene szeretetét, ami, mint tudjuk, nem is olyan rossz, hiszen pontosan van annál rosszabb, mint a világi zene.
Tehát van rosszabb foglalkozás és rosszabb szenvedély, mint a zene, sőt a zene az lehet jó is. Emlékszem egy alkalommal, amikor beszéltem a Bagos Brothers tagjaival, elmondtam, hogy nagyon sok sztár, meg celeb, meg zenész dicsőíti a világot, és énekel arról, amiről nagyjából mindenki énekel, de az igazságról kevesen énekelnek. Hát adja nekik a mindenható Isten, teljes szívemből kívánom és fohászkodom értük. Adja meg nekik, hogy valamiképp megtörténjen az, ami már elég sok zenésszer és híres neves sztárral, akik sokkal híresebbek voltak, mint ők, és még mindig híresek, ami megtörtént velük, hogy többen dalaikban a mindenható Isten dicsőítik. Egyszerűen felvállalták, hogy semmi nem ér semmit. Ez a Despacito énekese, ő több ezer ember, vagyis a koncerten nem tudom mennyien voltak, de hát nagyon híres zenész és milliós követőtábora van, több millió ember követi világszerte, akár több százmillió. És ő felvállalta mindenki előtt azt, amit Jézus mondott, hogy mit ér az embernek, hogyha az egész világot megnyeri, híressé válik, megvan neki a pénze, a jólét, az utazások, meg minden, de a lelkét elveszíti. És ezért ő, ahogy láttam az újabb dalaiban, egyszerűen felvállalja az igazságot, felvállalja az élő Istennek a szavát. Én amikor ezt én, mert én kíváncsi voltam, akkor most ő hol tart, ezért rákerestem, és néhány dalt meghallgattam, és egyszerűen ledöbbentem, hogy az ember tényleg felvállalta Istent. És az ő követői táborának dallamokban, zenével prezentálja az igazságot, ami által a lélek megmenekülhet. Tehát tényleg dicsőség az élő Istennek, és tényleg látjátok, ez jelenti azt, amit mondtak régebb az emberek itt Székelyföldön, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Hát igen, az ő zenéjében is dicsértetik a Jézus Krisztus. Hát, ha ez meg fog történni a gyerő zenészek esetében is, főképp, hogyha az ő lelkük vágyik arra, hogy megismerje az igazságot és szabaddá váljon Jézus szavai által. Tehát ő volt az, aki, a kedves barátom volt az, aki a gyerő zenészekkel, egészen igen, a mostani gyerőzenészekkel megszertette a zenét, a könnyű zenét. Többek között a Bagos Brothers fiúknak is ő adta át a zene szeretetét, akik ezért tudtommal a mai napig is hálásak, és tisztelik őt. Annak jelentése, hogy azt mondta, azt tegyék, amit mondok, az, hogy ő megértette, hogy az elmúlt években nem magamtól szóltam, hanem azáltal, aki szavainak olvasását és tanulmányozását együtt kezdtük sok évvel ezelőtt abban a kedves kis kávéházban. Ugyanis ez történt, hogy amikor engemet az Úristen megérintett, akkor hát ugye régebb voltak ilyen szabad gondolat estek, ilyen, amelyek inkább ilyen filozófikusabb estek voltak, ahol mindenki azt mondta el, amit gondolt, amit érzett, és hát ugye volt abban igazság is, volt benne hazugság is, volt abban minden. Viszont amikor engemet az Úr Jézus Krisztus megérintett a feltámadásának az ereje, akkor a szabad gondolat estek azok átváltottak, úgymond ilyen találkozásokba, ahol olvastuk az evangéliumot, János evangéliumát. Teljesen világi emberekkel, igazságkeresőkkel, meghirdettem a Facebookon, akit érdekel, jöjjön, fenn a nosztalgiában, a kávéházban, olvassuk János evangéliumát, és akkor is ugye néhányan meglettek érintve már Istennek az ereje által. Nagyon dicsőséges és gyönyörűséges volt ezek a közös evangélium olvasások, és tudom, hogy ő is a szíve mélyén tudja, hogy ki az igazság, ki az élet. Tehát az, hogy ő azt mondta a busz utasainak, hogy tegyék azt, amit én mondtam, ennek a jelentése az, hogy ő is tudja, hogy én nem magamtól szóltam, hanem annak szava által, akit közösen kezdtünk megismerni még az út elején. A szálláshely pedig, ahol a busz leparkolt, egy ház volt. Egészen pontosan az egyház, ahol azok az emberek, akiket vonz a mindenható Isten, itt a földön megpihenhetnek, nyugalomra, lelki békére lelhetnek. Itt azonban fontos kihangsúlyozni azt, hogy az egyház fogalmát ma már sajnos a legtöbben a katolikus egyházzal vagy más vallási felekezettel asszociálják is, ez tévedés, emberek. Az egyház nem a katolikus egyház. Az egyház nem a református egyház. Az egyház nem a híd gyülekezete, vagy mit tudom én, a Jehova tanúi. Ezért fontos kiemelten hangsúlyozni, hogy az egyház Isten házanépét, Isten gyermekeinek lelki közösségét jelenti.
Ez az egyház gyakorlatilag, amiről ír a Biblia, az Isten gyermekeinek a lelki közösségét jelenti. Más szavakkal, ugye allegóriával, mennyasszony, vagy pedig eklézsia, vagy pedig a Krisztus teste. Azon emberek közösségét, akik meghallották és örömmel fogadták Krisztus életre hívó szavát, feltámadtak a lelki halálból, a biorobot üzemmódból, és újjászülethettek általa. Tehát az ő közösségüket, lelki közösségüket jelenti az egyház. És ez független a vallási csoportosulásoktól. Noha Isten földi házában, az egyházban lehetnek emberek, akik fizikailag valamely valláshoz tartoznak, például a katolikus, református, szombatista, baptista, pünkösdista, stb. Gyülekezetekhez. Nem minden katolikus, hangsúlyozom, nem minden katolikus, sőt a legtöbb nem. Nem minden katolikus, református, szombatista, baptista és pünkösdista tartozik Isten egyházához. Tehát sokan tartoznak, tegyük fel most 500 millió ember tartozik a katolikus egyházhoz, ebből lehet, hogy 499 millió nem tartozik Isten egyházához. Ügyeljetek emberek, mert súlyos fogalomzavarban szenved a vallásos közösség, itt Gyergyóban, Székelyföldön és a világ minden pontján. Mert azt hiszik, hogy az egyház, a vatikáni egyház nem emberek. Az egyház az Istennek a házanépe, jelképesen akik hozzá tartoznak, akik újjászülettek itt a földön, akik az ő házához tartoznak. Ez ugye ez képletes. Ugyanis akik nem születtek újjá, a bűnök bocsánata, Krisztus szavának ismerete és cselekvése által, azok nem Isten házához tartoznak, hanem még mindig a világhoz, képletesen az ördög házához, amit Jézus a jelenések könyvében a sátán zsinagógájának nevez. És sajnos ki kell mondani, hogy a katolikus vallás el van brutálisan bukva, és az embereket a sátán zsinagógájában tartja. Ők azt hiszik, hogy Isten egyházához tartoznak, de valójában a sátán zsinagógájában vannak benne, mert nem ismerték meg az igazságot. Figyelmen kívül hagyták Jézus legfontosabb kijelentését, tanítását, miszerint fontos újjászületni, fontos szembesülni a bűnökkel, és fontos megtisztulni a bűnökből, az ő szava által, a bűnbocsánat által, hogy a lélek újjászülessen, gyermekivé váljon. De ez nem történik meg. Amint mondhattam már többször is, nagyon sok katolikus, a többség hetente elhordozza a bűneit templomba, meggyonja őket, és visszamegy a hétköznapokba a bűnbe, és ugyanazt a bűnt meggyonja a következő héten is, mert nem szabadult meg. Az, hogy ugyanazt a bűnt kell meggyonja ő minden héten, ez azt bizonyítja, hogy nem nyertek valódi szabadulást Krisztus vére által, a bűnök bocsánata által. Mert egy olyan helyen próbálták letenni a bűneiket, ahol nem lehetséges, ahol lehetetlen. Mert ahhoz, hogy az ember véglegesen megszabaduljon az ő bűneitől, a benne lévő mocsoktól, a lelkében lévő mocsoktól, ahhoz ténylegesen szükséges a feltámadás ereje és a bűnök bocsánata, amit Krisztus által ad a mindenható Isten. Mert ő elhordozta a bűneink terhét. Őt ölték meg, őt kinoszták meg helyettem, hogy én élhessek. Tehát bűnbocsánat nincsen a templomban, drága emberek, a gyóntató székben, csak Jézus Krisztusnál. Mert ő az, akiben a mindenható Isten testé lett, hogy megmutassa nekünk az élet útját. Tehát ügyeljetek, mert az, amit úgy hív a világ, hogy egyház, azt Jézus úgy hívja, hogy sátán zsinagógája. És sajnos nagyon sok új keresztény felekezet is el van bukva. Hazugságban, meddőségben tartják az embereket. És ahogy mondhatta Isten a baptistáknak itt a Gyergyóban, nincsenek újjászületve. Nem történt újjászületés. Miből tudom, hogy nem történt újjászületés? Hát a gyümölcsökből. Mert aki újjá van születve, az bizonságtevő. Az nem tudja elrejteni azt, hogy ő találkozott Krisztussal, az őrő Istennel. Az beszél erről, és gyümölcsöt terem. Ez a Daddy Yankee, a Despacito-nak az énekese, kinek ezt a slágert, ő nem tudta elrejteni. Tehát hiába, hogy gazdag és közismert ember, ő nem tudta elrejteni azt, hogy találkozott Jézus Krisztussal, és a feltámadás erejével. De nagyon sok katolikus, rengeteg baptista, rengeteg akár hídgyűl is, meg szombatista, el tudja ezt rejteni, kiváló módon elrejti a hétköznapokban, hogy ő találkozott a feltámadás erejével, hogy ő újjá született, hogy Isten őt megajándékozta a bűnök bocsánatával, hogy ő új teremtés, hogy ő gyermek.
Sokan ezt el tudják rejteni, és amíg az ember ezt el tudja rejteni, addig nem történt újjászületés. Ügyeljetek, emberek, amíg el tudott rejteni azt, hogy te találkoztál a mindenható Istennel, és hogy mit tett ő érted és veled, addig te nem vagy újjászületve, még mindig hazugságban vagy. Egyébként pedig a Bagosi Brothers zenekarról is több képet mutatott a jóságos Isten, amelyek közül többet megoszthattam kedves barátommal, a zenekar gitárosával. Felhívva az ő figyelmét arra, hogy hirtelen fog összeomlani az a világ, amelyről ma még jóformán senki sem feltételezi, hogy megvannak számlálva a napjai. Tehát többször elmondtam neki, hogy ez a világ hirtelen fog összeomlani. Ez a jólét, meg ezek a koncertezések, ezek a szórakozások, ez hirtelen fog megszűnni, és aki nem ismerte meg az élő Istent, bele sem merek gondolni, hogy mi lesz azokkal, akik nem kapnak, nem lelnek addigra lelki békére, és megszűnik a hamis békesség, amit kaptak a szórakoztatóipar által. És amikor összeomlik maga alá, amikor ez a világ, ez a felfújt világ, ez az európai lufi, ez a nyugati európai demokrata lufi, amikor ki fog pukkadni, és összeomlik ez a rendszer, maga alá fogja temetni azokat, akik mindvégig hittek benne, és hűségesen kitartottak az ő hazugságai mellett, amelyel bevakította, és a feneketlen szakadék felé terelte emberek sokasságát. Velük kapcsolatosan, mármint a Bagosi Brothers-szel kapcsolatosan figyelmetekbe ajánlám azt a felvételt, amelyet az ő első és egyik leghíresebb slágerükről készítettem. A kiáltószó.hu oldalon keresi rá, add vissza a játékom. Add vissza a játékom profetikus üzenete. Meg lehet hallgatni, mert abban elmondhattam, hogy körülbelül mi fog történni hamarosan, nagy hirtelenséggel, és ezért nagyon sokan nem lesznek felkészülve erre. Egy másik fontos figyelmeztetés a közelgő csapásokról, amelyek városunkat fogják sújtani, és nyilván nem csak városunkat, hanem Székelyföldet, és nagyon sok helyen a világban ez meg fog nyilvánulni. Kiáltószó.hu oldalon a cím az, hogy figyelmeztetés Gyergyónak. Erre keressél rá, és olvasd el. Ezek voltak a hajnali képek és a megértések, amelyeket kaphattam azokhoz. Mint említettem, én sem kaptam teljes rálátást arra, ami jönni fog, mert meggyőződésem, hogy nem is tudnám elhordozni, nem tudnám elviselni, összeroppannék az alatt. Ha látnom kellene mindent, ami eljövendő, tehát Isten nem engedi meg nekem sem, hogy mindent lássak. Betekintést nyerhettem abba, ami történni fog, és emberek, azt el kell mondjam, hogy eléggé fájdalmas, tehát hatalmas terv a léleknek, és Isten engemet sem akar leterhelni, úgyhogy hogy teljesen megnémuljak. Mert már volt olyan, hogy a látások miatt azt hiszem, nem tudok beszélni. De mégis meg kell mutassa valamilyen szinten, hogy mi közelek Gyergyó irányába. Ahogy a nóta is énekli, hogy jön egy fekete felhő, ugye? Tehát meg, hogy is van a dal? Nem fogok kinekelni, mert nem tudok, de a dal valahogy úgy szól, hogy nézd meg, mi sötétlik, tőletek keletre. Tehát ez történik, emberek, ez közeledik Gyergyóhoz, és tudom, hogy most még senki nem tudja elhinni, mert most még van pénz, most még van vak áció, ami bevakít, most még van ingyen pornó az internetről, most még van lehetőség az éveszkedésre, és ezért senki nem tudja elképzelni, hogy hirtelen fog lecsapni a vesztelem, a fekete felhőkből a villámok és a vihar. De teljes meggyőződésem, hogy már Gyergyóban is vannak olyan személyek, akik ezt tudják, hogy ez így van, ez meg fog történni, és teljes szívemből kívánom, fohászkodom értük, hogy ők is vállalják fel a hitet, és beszélnek kedvesen, szeretetteljesen, beszélnek embertársaiknak arról, ami közeledik Gyergyó fele, Székelyföld felé és Magyarország felé. Teljes meggyőződésem, hogy amit láthattam, és amit megoszthattam, bőségesen elegendő ahhoz, hogy akiben van még egy kis alázat és szerítség teremtőivel szemben, az hozzáforduljon személyesen látásért, bűnei bocsánatáért, és az igazság ismeretéért. Most, amíg még megteheti, mert olyan idők jönnek, hogy akik embereket fognak követni, mert nem lesz személyes kapcsolatuk az élő Istennel, menthetetlenül el fognak veszni, hogy miért. Azért, drága emberek, drága hallgatók, mert Isten ezt a földet nem a biorobotoknak teremtette, hanem a gyermetek szívű embereknek, akiket az ő lelke vezérel. Nem a termelő, fogyasztó, lélektelen zombiknak, hanem azoknak,
akik örömüket lelik az ő szavának ismeretében és megérésében. Tehát Isten egy szóval nem akar biorobotokat és lélektelen biozombikat tenyészteni Gyergyóban, Székelyföldön és a világban. És ezért kell, hogy megtörténjen a, akár nemzeti szinten, vagy akár a globális apokalipszis. Mint ahogy megtörtént az a második világháború idején, megtörtént a zsidókkal, a keresztényekkel, és ugye hát mindenkivel. Ez hamarosan meg fog történni Székelyföldön és Magyarországon. Mint tudjuk, nagyon rég nem volt háború, tehát az illúzió nem volt sosem ilyen hosszú életű, mint most. És ezért félő, hogy amit mond Pál apostol, hogy amikor ezt mondják nektek a politikusok, meg akár a szórakoztatóiparnak a vezér egyéniségei, hogy minden oké, okay, minden rendben, relax, tehát béke és biztonság, akkor hirtelen veszedelem tör rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek. Ezt mondja az Úr, az ég és a föld teremtője, a mi atyán, drága embertársak, nem magamtól szóltam, hanem az Úr nevében, az Úr Jézus Krisztus nevében, nem egy vallás nevében, nem egy szekta nevében, nem a magam nevében, hanem Jézus Krisztus nevében, akinek a nevét és szavait szégyeli Gyergyó, Szent Miklós, Székelyföld és Magyarország. Aki nem keres, nem talál. Aki nem zörget, annak nem nyitnak ajtót. Aki nem kér látást szemeire, az nem kap. Aki nem éhezi és nem szomjaz az igazságot, meg sem láthatja azt. Szabaddá sem válhat általa. Ezt mondja az Úr, az ég és a föld teremtője. Kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Felele Jézus, és mondané ki. Ez a legeslegfontosabb, drága embertársak. Jó figyeljetek, olvassátok el János evangéliumának a harmadik részében, és kérjetek Istentől megértést, és látást, hogy meglássátok, mi van a szívetekben, hogy megszabadulhassatok a bennetek lévő életellenességtől, bűnöktől, amelyek megölnek titeket. Ezt mondja az Úr Jézus. Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát, nem láthatja az igazságot, és szabaddá sem válhat általa. Isten könyörüljön mindannyiunkon, magyar nemzeten, és könyörült is, mert ezeket a szavakat elmondhattam az ő kegyelme által. Teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, az szívlelje meg, térdeljen le, amíg nem késő, és forduljon az élő Istenhez, hogy megmeneküljön az ő lelke. Mert az, hogy a testünk meddig fog létezni a Földön, azt nem tudjuk. De a test halála után a lélek megy tovább. És nem egy újabb reinkarnációba, hanem, ahogy mondta Jézus, ítélet következik. És ez hittől független, emberek, hittől független. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon. Sziasztok!